Nem kívánta kommentálni Marcel Ciolacu Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványoson tartott szombati beszédét. A román kormányfő ugyanakkor kiemelte, hogy Magyarország Romániának egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Marcel Ciolacu miniszterelnököt egy vasárnapi sajtóeseményen foggatták az újságírók Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombati tusnádfürdői beszédéről. A román kormányfő gyakorlatilag arra hivatkozva hárította el a kérdést, hogy Orbán Viktor nem tett Romániát érintő kijelentéseket. És aztán azt akarták volna, hogy tiltsam meg neki, hogy Romániába jöjjön. Tudomásom szerint hasonlókat nyilatkozott Brüsszelben és Budapesten is. Nem az én dolgom kommentálni a kijelentéseit. Hozzátette, a múlt pénteki informális találkozón gazdasági kérdésekről tárgyalt Orbán Viktorral, majd kiemelte, hogy Magyarország Románia harmadik legfontosabb uniós kereskedelmi partnere. Közölte, a román kormány betartja vállalását, és el fogják indítani a Budapest-Bukarest gyorsvasút projektjét. A beruházás megvalósíthatósági tanulmánya az első lépés ilyen tekintetben, mondta Ciolacu.